nem minden vicc, ami annak látszik, illetve nem minden izgalom következmény nélküli. Főleg nem az online térben. A szombatesti buli jól sikerült. Persze vannak, akik nem emlékeznek a részletekre, de hála a mobiloknak, megvan örökítve minden pillanat. Egy jó poén, vagy annál több, amikor egy ilyen képet megosztunk az interneten, a nyilvánosság előtt, vagy akár csak egy szűk csoport, vagy az osztályközösségi oldalán. Nem szabad elfelejteni, hogyha mi magunk készítünk magunkról egy képet, és azt tovább küldjük, az kikerül a rendelkezésünk alól. És onnantól kezdve a címzetten a fogadón múlik, hogy ő mit csinál vele. Kifejezett hozzájárulás kell a személyes adatok felhasználásához, ilyen a kép más is, az egyik legfontosabb személyes adat. Az intim fotók a leginkább érzékenyek ebből a szempontból. Különösen veszélyes terület, amikor 18 éven aluliak szerepelnek ilyen képeken, és ráadásul, hogyha pornográf ez a kép, akkor onnantól kezdve nem csak egy személyes adta visszaélés merül fel, hanem hogyha valaki szándékosan megszerez 18 éven aluli személyről pornográf képet, akár úgy, hogy ezt elküldik neki, de utána ő szándékosan kérte, tartja, továbbadja, akkor gyermekpornográfiát valósíthat meg. Ez ennek az igen súlyos bűncselekménynek az egyik alakzata, az ilyen képek megszerzése, továbbadása. És ha mondjuk egy 17 éves lány küld egy mondjuk 19 éves fiúnak, vagy 18 éves fiúnak egy ilyen képet, akkor az a fiú, vagy fordított helyzetben lány, már tulajdonképpen egy pedofil bűnözésnek a szereplője? Gondoljunk csak arra, és a válaszom egyébként igen, hogy bizonyos körülmények között jó eséllyel elkövető lehet az a másik fél, aki megszerzi, tartja és továbbadja, mert nem biztos, hogy az a románc örökké fenn fog maradni. Az is lehet, hogy utána bosszúból élnek vissza pornográf képekkel, amit korábban még a szerelem tetőfokán szerzett meg a másik fél. Amiről most beszélgetünk, az a sexting, tehát amikor a sex texting történik, tehát erotikus tartalmú üzenetváltások vannak. Alá kell húzni, hogy a magyar jog pont a kiskorúak védelme érdekében nem ismer kivételt az ilyen szabály alól, tehát a sexting kamaszok közti ilyen üzenetváltás az nem lehet kivétel, az is bűncselekményt valósíthat meg, és súlyosan büntethető lehet. És akkor arra is érdemes figyelnünk, hogy óvatosnak kell lenni, hogy nem csak az kaphatja meg ezt a képet, akinek küldöm, hanem nagyon könnyen el is halászhatják ezeket az adatokat és képeket mások vagy egy harmadik fél. Mi van, hogyha egy 18 éven aluli személy elküldi a barátjának, párjának, barátnőjének ezt a képet, és az szépen elmenti a gépén, és majd egy zsaroló vírus megtalálja, blokkolja, és mondjuk, mivel nem fizet, esetleg nyilvánosságra hozza azt a képet, és akkor úgy szembesül a képen szereplő, pornográf képen szereplő 18 éves személy, hogy ő neki fogalma sincs arról, hogy hogy jut el az a kép mégis a világháló nyilvánosságához. De az is lehet egyébként, hogy azzal a képpel létrehoznak mondjuk egy kamu közösségi profilt, és elkezdenek szexuális szolgáltatást hirdetni. Ez is egy tipikus visszatérő, kellemetlen és egyébként jelentős érdeksérelmet is okozó bűncselekmény. A szülők mire figyeljenek? Mert ugye ők vannak legközelebb, ők, akik a gyerek vagy fiatal után elsőként észrevehetik, amikor ilyen szituáció kialakul. Ajánlatos felügyelni a gyerekek internetes tevékenységét, és nem csak technikailag erre nagyon sok eszköz van, hanem ki kell alakítani egy ilyen bizalmi szülő-gyermek kapcsolatot, és beszélgetni kell a gyermekekkel erről. Fokozatosan rá kell őket ébreszteni, hogy az internet az arctalan, ezért veszélyes, és vannak ott olyanok is, akik rosszat akarnak nekik. Fontos, hogy nem szabad bepánikoltatni a gyerekeket, tehát nem szabad azt hinni, hogy lépten nyomon szexuális ragadozó bűnözők vannak, de ezt a fogalmat, ennek a megfelelő korosztálynak megfelelő leképeződését előbb-utóbb ezt tudatosítani kell bennük, hogy önmaguk is óvatosak lehetnek. Amikor megnyomod a megosztás gombot, gondold át, mit vettél fel és kinek mit küldtél el, hol teszed közzé a felvételt. És az izgalmas négy szem közti pillanatok könnyen a nagy közönség elé kerülhetnek.